Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr! A fizika, kémia és biológia tanárképző szakokon aggasztóan alacsony a végzős hallgatók száma, és a tanárok hiánya az ország társadalmi-gazdasági fejlődését veszélyezteti. A problémára nem jelenthet teljes megoldást, mégis üdvözölhető volt az úgynevezett öveges program, ahol 100%-ban európai forrásból kémia-fizika tantermeket alakíthatta ki egyes középiskolák épületében. Szándék volt ezen felül a tananyag modernizálása is. Azonban úgy tűnik, a célok megvalósításában ismét komoly kisiklások történtek, az egyéni érdekek ismét győzedelmeskedtek a közérdek felett. A szekszárdi első Béla gimnázium tantermének kialakítása például ugyanis 45 millió forintba került, azonban a teljes projekt során 155 millió forintot fizettek ki. Közbeszerzési tanácsadásra 6,3 millió, megvalósíthatósági tanulmányra 6 millió, teremfoglaltságot nyilvántartó szoftverre 15 millió, projektmenedzsmentre 15 millió, nyilvánosságbiztosítására 15 millió forintot költöttek. Utóbbi összegért egy átlagosan kereső pedagógus mintegy 8 évet dolgozik. Úgy tűnik, a szekszárdi kifizetések csak a jéghegy csúcsát jelentik. Adataink szerint a körülbelül 300 kísérlet leírását tartalmazó 20-20 munkafüzetet legalább 8 városban megiratták uniós pénzen, átlagosan 30 millióért, pedig nehéz elképzelni, hogy például a cink és a sósabb reakcióját máshogy kelljen bemutatni, például a Kisvárdán, mint Zalaegerszegen. Ezen munkafüzetek szövegszerkesztését minden városban külön megpályáztatták, a 20-20 munkafüzetet átlagosan 15 millió forintért, és mindegyikről tanulmányt írattak átlagosan 25 millió forintért. Ezeken a kirívó tételeken felül még számos esetben merül fel a túlárazott beszerzés gyanúja. Mintegy 130 közbeszerzés adatait összevetve, alapos a gyanú, hogy szervezetmódon, Szuslág úr módszeréhez hasonlóan székhálózatok jutottak a nem tisztességes pénzekhez. Miniszter úr, az első kérdésem az, hogy egyetérte ön ezekkel az összegekkel, vagy ön is úgy véli, hogy a fent sorolt tételek nem az Európai Unió felé megfogalmazott céljainkat, a természettudományos oktatás javítását, hanem inkább egyéni érdekeket szolgálnak. A második kérdésem pedig az, hogy egyetérte a szekszárdi önkormányzat Humán Bizottságának fideszes elnökével, aki Hatházi Ákos interpellációjára azt válaszolta, hogy mivel ezek 100%-ig Európai Uniós támogatások, nem jelent problémát, ha felesleges helyekre csorgatjuk. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés! Az interpellációra Lázár János miniszter úr válaszol. Öné a szó, miniszter úr. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Először is szeretném megköszönni képviselőasszonynak, hogy az ügyet a parlament elé hozta. Azt tartom tisztességesnek, hogy a szekszárdi pályázat konkrét ügyében konkrét vizsgálat indul, és erről fogom önt írásban vagy szóban akár a parlamentben, akár közvetlenül tájékoztatni. Másrészt a megjegyzései nem csak a szekszárdi esetre vonatkoztak, hanem az öveges programnak az országban való megvalósulását is érintették. Magam egyéni választókerületi képviselőként azt tapasztaltam, hogy több helyen rendben volt ennek a programnak a megvalósítása, de nem tudom vitatni az állításait, ezért kész vagyok az öveges program bonyolítását illetően és részletes vizsgálatot elrendelni. A miniszterelnökségnek minden jogköre és hatásköre megvan ahhoz, hogy a koordinációs jelleg keretében ezeket a vizsgálatokat, törvényességi ellenőrzéseket lefolytassa. Ami a kifizetéseket illeti, szeretném megjegyezni, hogy valóban sok esetben kényszerpályán van a kormányzat, illetve a pályázatok kedvezményezettjei, hiszen határidő csúszások és határidő szorítások miatt 2015. május végéig az összes Európai Uniós pályázatot, ami 2007 és 2013 között rendelkezésünkre állt, ki kell fizetni. Ez nem jelenti azt, hogy a törvényességből egy centit is akár föl lehetne adni. Azt sem jelenti, hogy az észszerűségből föl kellene adnunk, de számos esetben olyan döntéseket kellett hoznia az országgyűlésnek, a kormányzatnak vagy a pályázatot elbírálóknak, amikor nem volt módjuk arra, hogy a 2006-ban megfogalmazott pályázati célokat értelmesen megvitassák, vagy azoknak a létjogosultságát kétségbe vonhassák. Mondom ezt azért, mert 2010 után a pályázati irányokat illetően nem volt módunk változtatni. Ezért ma Magyarországnak valóban az az érdeke,
hogy nem vitatva a 2006-ban kijelölt helyes vagy helytelen célokat, 2015 végére Magyarország mind a 8200 milliárd forintot kifizesse, amely rendelkezésre áll. A 8200 milliárd forint kapcsán hadd jegyezzem meg, hogy az én becsléseim, számításaink szerint 15%-a ment az ön által felsorolt kérdésekre, projektelőkészítés, pályáztatás, pályázatírás, közbeszerzési tanácsadás, nyilvánosság biztosítása. Ez azt jelenti, hogy valakik Magyarországon az elmúlt 7 esztendőben a mi becsléseink szerint 1250 milliárd forintot kerestek, azáltal, hogy a pályázatok bonyolításában részt vettek. Ezért állhat elő az a megdöbbentő helyzet, hogy többbe kerül a bonyolítás, mint maga a kivitelezés. Ezzel a gyakorlattal a következő 7 évre egyszer és mindenkorra szakítani szeretnénk. Ezért a közszférában a közfeladatot ellátó önkormányzatok állam esetében semmiféle pályázati rendszerre nem lesz mód és lehetőség, nem lesz mód pályázati tanácsadók, közbeszerzési tanácsadók igénybevételére, nem lesz mód kommunikáció finanszírozására és nyilvánosság finanszírozására. A vállalati szektorban pedig érdemben fogjuk ezeket a kiadási lehetőségeket csökkenteni, lehetőség szerint töredékére annak, ami ma rendelkezésre áll, természetesen biztosítva azt, hogy egy vállalkozó szakértőt tudjon bevonni. Tehát a mi elképzeléseink, amelyek rövidesen társadalmi vitára kerülnek, arról szólnak, hogy minden soft költséget, nevezzük ezeket a költségeket talán így, minden ilyen költséget leírjunk, illetve ezeket jelentős mértékben csökkentsük. Még egyszer mondom, 15%-ra becsülöm átlagosan egy program esetében, amely pénz ilyen kifizetésre ment. Ha valaki helyi szinten kivitelezőkkel beszél, akkor azok elmondják, ha valakinek van ilyen barátja, ismerőse vagy polgármesteri munkája kapcsán ilyenekkel találkozik, hogy a kivitelezésen nem lehet ma hasznot termelni. Ellenben, ha valaki pályázatíró projektmenedzser, akkor horribilis haszonnal végezheti a munkáját. Erre egy speciális üzletág és iparág épült föl. Azt a feladatot kaptam a miniszterelnök úrtól, hogy ezt szakszerűen és minél hamarabb szüntessen meg és számoljam föl. Ezt a munkát el fogom végezni, és tájékoztatni fogom az országgyűlést és az országot is arról, hogy milyen föltételek mellett tartjuk helyesnek, ugyanakkor az átláthatóság szempontjának megtartását kiemelve a pályázati rendszert megvalósíthatónak, illetve csökkenthetőnek, mert szeretnénk az állami cégek mellett a vállalati szektorban is a normatív eljárást bevezetni, magyarul minél nagyobb összeg esetében 2 millió euróig ne kelljen pályázatot benyújtani, alanyi jogú legyen a vállalkozók számára a támogatás. Kérem, hogy a válaszomat méltányolja legalábbis. Megköszönöm. Megköszönöm miniszter úr válaszát. Kérdezem képviselőasszonyt, elfogadja a miniszteri választ. Mindenképpen méltányolom miniszter úrnak a válaszát. A kérdésem, két kérdésem volt. Az elsőre én azt gondolom, hogy ha látjuk ezt a vizsgálat eredményét, akkor el tudom fogadni ezt a felét. A másik felére viszont nem válaszolt miniszter úr, hogy hogyan lehet azt erősebbé tenni, hogy felelős vezetők az Európai Uniós források felhasználását komolyan vegyék. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, képviselőasszony nem fogadta el a miniszteri választ. Ezért kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a miniszteri válasz 102 igen, 32 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.